Ma nyílt meg Európa első ágymozia Budapesten. A világon összesen 4 van. Londonban ugyan van egy hasonló, de ott csak az első sorból lehet ágyban fekve élvezni a filmeket. A moziban 3 óránként lesz vetítés. A mai nap még kicsit döcögősen indult, mivel a pénztárosnak kell elindítania a vetítést, feltolnia a hangerőt és lekapcsolnia a fényeket is. Török Réka riportja. Jó, akkor a C-sor. 4-es ágy. Ma déltől lehet foglalni. A telefonok sorban érkeznek. Ha én magamra gondolok, akkor otthon körülbelül így nézek tévét. Mivel ebben a komplexumban csak egy moziterem van, így úgy gondolták, valamivel fel szeretnék hívni magukra a figyelmet. Ágymozi lett belőle. Nekem tetszik az ötlet. És ennek? Nekem is szeretném kipróbálni. Érdekel, hogy milyen lehet. Meg mindenképpen el akarok menni. Kipróbáljuk majd. Lehet, hogy egyszer kipróbálom. Túl sűrű nem biztos, hogy fogok járni, de egyszer szerintem kipróbálom. Fölhívtuk a londoni valamilyen szinten hasonló mozit, ahol az első sor ágy, és mögötte pedig hagyományos moziként üzemel, hogy tőlük szerezzünk tapasztalatot. Olyanokról például, hogy ha az ember leveszi a cipőjét a moziban, ahogy pedig itt is le kell venni, akkor gondot okozhat egy lábszag, vagy kosz, vagy bármi egyéb fölmerülhet. Mert a cipőt le kell venni. Ez benne van a házirendben. Az ember tök lelkesen először ráül, aztán megy még hátrább, és a vége az, hogy fönt van a lába. Most a cipőben van, ugyanakkor az ágynak a végén van egy ilyen fak, ami arra szól, hogy ott szépen be lehet tenni a cipőket. A higiéniára pedig nagyon figyelnek. Minden egyes vetítés után takarítanak majd. Az ágyaknál arra figyeltünk, hogy a mozi élményt, ami így ugye ezt a nagyszerű hangminőséget, illetve képminőséget jelenti, össze tudjuk hozni az otthoni filmnézésnek a kényelmével. És akkor ennek megfelelően úgy lettek kialakítva az ágyak, hogy 2 méter hosszú legyen, mint egy otthoni ágy tulajdonképpen, vagy heverő, és egy ilyen 160 centi szélességben gondolkodtunk, ami azt jelenti, hogy 2 ember nagyon kényelmesen tud elférni rajta. Az ágy borítása pedig egy olyan különleges anyag, amely nem szívja a nedvességet. Ha véletlenül mondjuk mozinézés közben kiülik rá a kóla, vagy teszem, azt rászóródik a popcorn, akkor azt minden nyom nélkül és nagyon-nagyon gyorsan lehet eltávolítani. Mivel a nézőszem tekintetében nem versenyezhetnek a többi mozival, egyedi műsorstruktúrát alakítottak ki. Úgy döntöttünk, hogy a hét első felében mindig premier filmet fogunk játszani, viszont a második felében különböző koncepciók szerint alakítjuk majd a programot. Ez azt jelenti, hogy lesznek olasz, lesznek francia hetek, lesznek amerikai hetek, lesz olyan, amikor egy-egy rendező köré csoportosítunk filmet a különböző munkáiból. Éjfélkor pedig minden nap horrorfilmet vetítenek. A moziban 35 ágy van, tehát maximum 70-en férnek be. Egy-egy 5500 forint 2 személyre. Török Réka, Hír 24.